Az Ügyeskedj a kerékpároddal gyermekeknek és szülőknek szóló verseny. Ezen a napon különböző pályákon ügyességi játékokat, kerékpáros programokat valósítanak meg a kisgyermekek. Az óvodai intézményünk környezeti munkaközösségének a szervezésében, hiszen a munkaközösségi tagok a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot, a kerékpározás népszerűsítését kitűzték célul már sok-sok évvel ezelőtt, hiszen 2010-ben szerveztük meg először ezt a programot, de nagyon jól kapcsolódik az autómentes nap programjaihoz, hiszen erre az időszakra a Karcagváros önkormányzata pályázatot nyújtott be, és ennek keretében valósul most meg ez a mai nap, amelyre a gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt érkeztek, nem csak a gyermekek, hanem a szülők is kipróbálják az ügyességi pályákat, amelyek különböző KRESZ szabályokat kell nekik betartani, itt elsősorban a kisgyermekek biztonságos közlekedésére, a gyalogos közlekedésre felhívva a figyelmet, illetve a rendőrség képviselői is itt vannak a karcagi rendőrkapitányságról, hiszen az is nagyon fontos, hogy a szabályokat betartva a rendőrökkel is megismerkedjenek, a gyermekek tudják azt, hogy bízhatnak bennük, számíthatnak rájuk, és ilyenkor ez az alkalom egy nagyon jó lehetőséget teremt arra, hogy velük is találkozzanak az óvodásaink, a rendőrautóval, abba betekinthetnek, és hát a rendőrbácsival személyesen. A gyerekek mellett a szülőknek sem árt néha feleleveníteni a KRESZ ismereteket. Az óvodáskorú gyermekek figyelme az még azért nem mindig olyan koncentrált, hogy önállóan és egyedül a közlekedésben részt vegyenek, de egy-egy ilyen pályán, ahol zárt terület van, forgalom elől elzárva tudnak gyakorolni, ez nagyon jó figyelemfelhívó a szülők számára is, hogy mi az, amire a gyerekeket tanítanunk kell, mi az, amire oda kell figyelni a közös közlekedés során, hiszen a szülőkkel együtt már a forgalmasabb területekre is kimennek. Nagyon örülünk neki, hogy városunkba felújításra kerültek a kerékpárutak, illetve bővítésre is kerültek, hiszen több szakaszon új utak is lettek kialakítva, hiszen ezeket a gyermekekkel együtt biztonságosan tudják már használni a családok. A városi közlekedést az óvodák udvarain is gyakorolhatják a gyermekek, akik közül többen itt tanulnak meg kerékpározni is. Az óvodájainkban, bent az udvarokban is gyakorolunk a gyermekekkel, hiszen ez egy nagyon komoly képességfejlesztő tevékenység a kerékpározás, hiszen nagyon komoly koncentrációt, figyelmet, figyelemmegosztást igényel a gyermekek részéről. Az óvodák udvarain is csodálatos területek vannak kialakítva, felfestett pályákkal, mobil közlekedési jelzőlámpákkal, jelzőtáblákkal, amelyek között a gyermekek az óvonénik irányításával, vezetésével gyakorolhatják a kerékpározást. Nagyon sok kisgyermek az óvodába tanul meg két keréken kerékpározni, hiszen az intézményünkben 147 darab gyermekkerékpár található, amit használnak a kisovodásaink, és a kerékpárút fejlesztéses pályázathoz kapcsolódóan az óvoda intézményünk 90 darab futóbiciklit is kapott az elmúlt években, úgyhogy ezeket már most nagyon rutinosan használják a kis óvisaink az óvodájainkba, és így ők is mire 6-7 évesek lesznek, addigra már azért egy biztos, stabil, két keréken való kerékpározással rendelkeznek. A nagycsoportos óvisoknak ez a mai nap is jó alkalom a kerékpáros ismereteik elmélyítésére, még ha kicsit csepereg is az eső.